Na itt van Jankánk, drága Jankánk, aki szerelmével, Paniszkával. Figyelj, de már jóker videó volt Padikba. Tehát Paniszka, Janka, és itt nyergeljük Lordikát és Princikét, aztán a felső brigád az majd egy másik csapat. Itt van Bogink, anyukája beteg, képzeld el. Ilyen vagy a torka, a mandulája, nem tudom. Jó. Itt van Princike, drága, úgy Petikém nagyon jó, én segítek Boginak. És akkor mi hárman megyünk, a föntiek meg majd jönnek maguktól. Helyük rendben van. Hú, zabot hoztatok le? Hát mennyit hoztak le? Nem sokat. Kettő. Szerbusz rá. Úha, nem maradtál fönn? Nem. Hát földobálni őket. Fel van a sára. Bele fog neki férni, hogy földobja őket? Mert úgy terveztem, ugye, hogy földobod ott a brigádot. Mert ő meg azt megy le. Lesz, jó, már menjenek le anyjukhoz. Már megint nőtt egy kicsit, kell neki ez a tél, végig dolgozza, az kifejlődik. Nem bakozott? A Padikba megy ám. Jó, na akkor itt kezdik a kis csapata. Föntről jönnek Bencus, mivel jönnek Bencus, Fatime, és meg a sárga, azt hiszem. Nem az jön most? Nem, hát kettem van a sárga. Igen. Na, drágáim. Na, ezt szeretem, a helyük klasszul, kész is van. Jó, Peti, megbeszéltük, szénát bőven nekik. Bukó ide. Ne legyen hátul a cejgot, Bogi, inkább előrébb. Jó? Tudod? Friss. Pedig mondom, Padikban, nagybattan azért kiugrálja meg. Hát a gondol, trappolsz addig, míg ezek készülnek. Linda, megnézed, hogy állnak ezek? Vagy nézd már meg ott a Lordinál, nehogy hátul legyen a cejg. Úgy elmondom, patinás udvarba vagyunk. Ugye csodálatos ezek hársfák. Négy tudatosan ültetve, és itt van sírhelye Dózikának. Nincs elhanyagolva. Hát igen. Hát, mondjuk persze nincs nap, amikor nem emlékeznék rá. Holnap este indulok. Persze, de hát rábeszélnek mindig. Hogy? Ő csütörtökön vissza. Ennyit tudok. Csütörtökön este vissza. Tehát holnap este indulás, csüt vissza. Lappolsz egy kicsit, kicsim, hagyd fáradjon. Energia van benne bőve. Jó, kapd össze. Cucika. Aha. Van egy mozgása. Hova mész? Menjünk ki. Menjünk ki. Várjál, csak ez itt izé, a Bogi kell. A Bogi. Hát ezért mondom, most kiindulhatsz. Anya, egyből gyere. Ivett, egyből a gurtnit húzzad. Várjál. Gyere, én megvezettem, és szépen húzod. Már húzhatod is. Meg tudod húzni, ugye? Oké, mehetünk kifele. Ne engedd, hogy gondolkodjon. Vezesd meg! Azt húzzuk. Hopp! Jó, vigyázz! Jó, oké, ügyes vagy. Jó. Állj meg! Nem az a baj, hát... Ezt kéne megvezetni már. Uti, húzd meg! Engedd vissza. Kész. Jó is, jó. Vezesd, menjetek már a Lordi elé. Maradt a legvégén. Aha. Hát ne a Lordi menjen. Vezesd egy arabig, a szépen mennek ezek. Frissek, mint az ördögök. Ügyes voltál nagyon. Azt még ment is elől. Jó, hát majd lesz most majd. Nem az itt is szaladgálnak, ott a lovar lesz. Ugye eljátsza néha.
Panisz menjen elől. Tehát Princi, Lordika, rég nem csinálta, de most csinálta. Igen. Mindegy. Hopp. Ügyes vagy, így van, néha kell neki lapockára. Gondolkodik. Hopp, ne engedd be. Vagy nem tudom, menjünk már, vagy... Úgy, itt ezen vezessük át azt, mert tudom, itt benne van, hogy víz volt, de már nincs víz. Az hatalmas. Lordika, szerbusz! Anyád gyógyuljon meg minél hamarabb. Szia, Ivet, hogy vagy? Megvan minden? Jó. Vezest! Várjál! Te, hogy ezt kitalálja itt, hogy a víz állt, és egyszer egy órát killottam ebben a kettő, még kijutottam ide. Egyiket vezettem, megállt a másik. Oda mentem vissza, a másik, én visszataladott a... Azt! Mondom, ezt nem hiszem el. Jó. Jó, galoppusson, nem kell, ugye póniba lovagolgattál. Láttalak a... Nagyok közt, aha. A Sződi vágtán ott én is lovagoltam, nem tudom, láttad. Igen. Igen. Pályarekordban nyertem, emlékszel rá? Hallod? 50 ezer ember üvöltött. Emlékszel? Igen. Te is tapsoltál, amikor... Igen. Nem volt egy izé könnyű lovaglás. Láttad, keményen ott kellett ülnöm. És akkor néztél föl rám, hogy egy lovas csoda vagyok? Vagy honnan? Akkor de aranyos vagy. De várj, ott a nyerték, gratulálok. Így van, képbe vagyok, csak hülyéskedek, tudod. Nem elhívtak, hogy menjek ilyen félvér lóvadal. Tényleg volt benne gáz. Repült minden. Mehettünk, így van. Mehettek, drágáim. Induljunk el, ajde. Na, lerakom a telcsit.